Egy egész nyáron át tartó, szórakoztató, kulturális programmal készül az önkormányzat fesztivál keretén belül. Ez egy teljesen új kezdeményezés, ami polgármester asszony közbenjárásával valósulhat meg. Mi erről az egészre a véleménye? Hát már kell a fiataloknak, hogy azért jó idő van, kimozduljon mindenki. Ugye, hát meg egy kis változatosság a városnak. Milyen nyári programokat szeretne, szórakoztató, kulturális, időseknek, fiataloknak szóló? Hát mindenkit, hogy megmozgasson egy kicsit ebből a ugye, hosszú télből, egy kicsit ilyen vidámabb műsorok. Mert a gondoktól ugye elszakadni. Reméljük, hogy vonza a más városból érkezőket is, több reklámot adna a városnak. Én jónak tartom, de ezt inkább a gyerekektől kéne megkérdezni. Én már mivel nem vagyok fiatal, dolgozó ember vagyok, én nem tudok erre mit mondani. Milyen korosztálynak szóljon szerinted ez a fesztivál akkor, hogyha meggondolom nem csak egészen fiataloknak fog szólni? A 15 év felettieknek inkább, ne az alatt lévőeknek. És milyen programokat szeretnél, milyen programokat vársz? Szórakoztatás, játékok, fiatalkorúaknak ilyen különböző programok, ügyességi játékok, meg ilyesmik. Ez nagyon jó, holott mi Debrecenek vagyunk, csak néha ugrunk le a Radányba, de valószínű, hogy itt leszünk a rendezvényen. És akkor most is Püspök Radányban nyaralnak esetleg, vagy ők kikapcsolódnak? Kikapcsolódunk egy pár napot, aztán utána megyünk vissza Debrecenbe, utána megint jövünk le, így. De örülünk a rendezvénynek egyébként. Milyennek tartja akkor ezt a kezdeményezést? Esetleg felkeltette a figyelmét ez a kezdeményezés? Már is felkeltette a figyelmemet, hogy tehát a hagyományőrzésnek a hívei vagyunk. Tehát a lovas bemutató elkezdve minden érdekel minket. Nagyon helyes. Támogatom a polgármester asszonyt. Miért? Hát mert... Miért tartja helyesnek? Mert hát hogy ne tartana, hát hadd menjen, most pezsegjen az élet Ladányba. Hát ilyen zenés, vegyes, fiataloknak, öregeknek, vevő vagyok mindegyikre. Szabadtéri, hát talán itt a főtéren, nem? Hát csak ez az alkalmas. Köszönöm. Nem a futballpálya, vagy itt kint valahol a új telepen. Itt bent, hát itt van elég hely. Színpadot, hát volt már itt színpad, egy jó párszor felállítva. Nagyon helyes. Így kell ezt csinálni. Nem hallottam még erről. Jó ötletnek tartom, mert az embereket legalább összép hozza az ilyen találkozó, és szórakoznak, kikapcsolódnak. Kell az ilyen rendezvény, az emberek el vannak fáradva, a stresszet oldja. Szerintem jó ötlet. Szeretem a zenét, aztán ami a gyerekeknek, fiataloknak. Fiatal párti vagyok. Mindent. És ha egészségem lehetővé teszi, akkor eljövök és megnézem. Szerintem nagyon jó, hogy ilyennel is foglalkoznak. Szerintem nagyon jó, hogy vannak ilyen rendezvények. Ez a fiataloknak szerintem jó program, jó lehetőség. És mit várjátok az egész programsorozattól? Milyen programokat például? Hát szerintem legyen sokszínű, mindenféle. Hát, ami szórakoztató szerintem. Fiataloknak is, idősebbeknek is jó. Minden, tehát mindenféle. A város szempontjából miért tartja fontosnak ezt a fesztivált nyáron? Itt értem az idegenforgalmat például. Hát valószínű, hogy többen jönnek, tehát biztos, hogy nagyobb lesz az idegenforgalom. Hát színesebb lesz a város, valószínű. Nyárra az önkormányzat szórakoztató kulturális programokkal készül a városban, fesztivál keretében. Azt szeretném tőled megkérdezni, hogy mit szólsz ehhez? Szerintem nagyon jó ötlet, már ráfér a városra egy kis mozgás, pörgés. Tehát mindenképpen tényleg, aki kitalálta, annak gratuláció, mert nagyon jó lesz. Soha nem volt semmi ide környéken, így nagyon ráfér a városra. Milyen programokat szeretnél a nyárra? Hát még ezen nem gondolkoztam, nem tudom. Zenés fiataloknak, minden korosztálynak szóló kulturális program. Hát én biztos, hogy részt fogok venni, akár melyik is lesz, amire lesz időm.